Somogyi Józsefnek van néhány olyan jelentőségű alkotása, ami a magyar szobrászat 20. századi történetében kiemelkedő jelentőségű, igazodási pont, nélkülözhetetlen olyan mű, amit nem kerülhetünk meg. Őt is, mint számos 20. századi hasonló indítatású művészt szelidújítónak szoktam nevezni. A szelidújítók azok, akik erőteljesen kapcsolódnak a tradícióhoz, a klasszikus értékekhez, a klasszikus hagyományhoz, de ezt nem veszik át kritikátlanul vagy változatlanul, hanem valamifajta újjáformálásba kezdenek. Minden egyes műve figurális, minden egyes művének a központi motivum az emberalak. Az a médiuma, ami már a görög szobrászatnak is a médiuma volt, és ezen belül kereste meg a modernitás lehetőségét, és ezt találta meg tulajdonképpen ebben a kicsit torzított, kicsit átírt, expresszív formálásban. Mindig is úgy nevezte magát, hogy szobrász tanár, és a tanáron mindig nagy hangsúly volt, és hogy mennyire szerette a növendékeit, hát névről ismertük itthon az összes növendékét, és mindig úgy emlegette őket, hogy a gyerekeim. Itt a hármasban mintáztam rögtön a bejárattól, egy aktot csináltunk, én is csináltam, és odalép, és mondta, hát ez gyönyörű. És hát kezdett ugye a májam hízni, meg mindenki húztam magam, hogy na tessék, itt van, csináltam valami. És azt mondja, hozzányúlhatok? Hát én gyanultam, mondom, hát ehhez mit tudsz hozzányúlni? Hát ez rendben van, és hát most dicsérte meg. Na erre fogott egy drótot, és úgy levágta az elejét az aknak, így lehult a sok agyag a lábához. Akkor elfordította a forgót, levágta az oldalát. Aztán körbe ment, tehát mind csináld el egy hasábot gyakorlatilag az én gyönyörű aktomból, de ő aztán felgyűrte az inge ujját, és nekiállt, és pikpak, léccel, mindennel, hogy elkezdte helyre rázni a dolgot, és hátralépett, és azt mondja, na mit szól? Hát mondom, de nem sokat tudok mondani. Azt mondja, ugye mennyivel jobb lett? Hát mondom, hát most dicsérte meg a mester, és hát hát azt mondta, hogy szép. Hát mondtam, hogy szép, de hogy jó, azt nem mondtam. Nem is csak tanárnak volt, ő egy fantasztikus személyiség volt. Mert bájos volt, mert gyönyörű volt, mert verbális volt, meg sugárzó szeretet áradt belőle mindenki fele. És hát egy őrületes energiájú ember volt. Hát annyi mindent csinált az ember, úgy végig gondolja az életét, meg az életművét, hogy mennyi szobrot, meg mennyi mindenbe vett részt, meg mennyi mindent csinált. Hát az öt emberre is elég. Olyan fajta, ha úgy tetszik, tisztelettel bánt a másik emberrel, nem csak velünk, hanem külső emberekkel is, amiben benne volt egy olyan emberi tartás, ami példaadó.